13. fejezet. Nem volt idejük lopakodni, így minden reményük a futásban volt. Ha sietnek, talán még meggátolhatják a katasztrófát. A kijárási tilalom miatt üresek voltak az utcák, így senki sem akadályozta őket a haladásban. Már félúton járhattak, amikor megszólaltak a szirénák. Kellett némi idő, mire az őrök rájöttek, hogy mi történt a lépegetőkkel, ami alapjában véve jó hír volt. Lassúak és tapasztalatlanok. Ahsoka ezt az információt is elraktározta a többi mellé. Bármi, ami időt nyer nekik, az életet nyer. Futás közben igyekezett félretenni a haragját. A következő pár órában valószínűleg amúgy se vennék sok hasznát. És igyekezett nem gondolni arra, mi történhet, ha nem érnek oda időben, és nem akadályozzák meg a merényletet. Most volt csak igazán hálás Rex tanácsaiért és a Jedi kiképzésért. Ha valami, hát ezek képesek lesznek átsegíteni őket a krízis helyzeten. Alig egy saroknyira járhattak a birodalmi helyőrség táborától, amikor az első robbanás kis hián ledöntötte őket a lábukról. Ahsoka döbbenten nézett Miarára. El sem tudta képzelni, hogy a lány ilyen erős bombát is képes összerakni. Ezt nem én készítettem. Hebegte Miara. Lehet, hogy... Azonnal fedezékbe húzottak a legszélső ház mögé, még mielőtt a birodalmi lövészek tűz alá vehették volna őket. Ahsoka több információt akar, mielőtt beviszi a helyieket a harzónába. Mindent tudni akarok a terveitekről, mondta Vartannak. Számokat, célokat, mindent. Hoban három felé osztotta a csapatot, hogy minden bejáratra jusson egy, magyarázta Rínra. Mindhárom csapatnál van robbanószer és sugárfegyver. Azokat honnan szereztétek? Vonta össze a szemöldökét Ahsoka. Innen-onnan. Vartan szerint a többségük igazán pocsék állapotban van, de a mai éjszakát talán még kibírják. A helyiek nagyon lassan és óvatosan kerülték meg az épületet. Az, hogy a birodalmiak egyelőre nem küldtek ki járőrt, nyilván pillanatnyilag kisebb gondjuk is nagyobb volt, mint pár elégedetlenkedő, akik magasról tettek a kiárási tilalomra, nem jelentette az, hogy később sem fognak. Miara, sötétben is eltállná a barlangokig? Kérdezte Ahsoka, amikor ismét megálltak, hogy az épület sarka mögül kémleljék ki az előttük nyújtózó utcát. Igen. A lány próbált nagyon magabiztosnak tűnni. Akkor te itt maradsz, bólintott Ahsoka, és mielőtt még Miara tiltakozni kezdhetett volna, egyszerűen belé folytotta a szót. Ez is olyasmi, amivel kapcsolatban megígérted, hogy hallgatni fogsz rám. Úgyhogy te itt maradsz, és amikor Nira elkezdi feléd irányítani az embereket, elmagyarázod nekik, hogy várjanak be bennünket a város szélén. És nem szerd a kocsmájánál. Válasz valami más helyet. Aztán csöndben és gyorsan vezesd el őket a barlangokig. Azzal Nirához fordult. Te velem jössz. A birodalmiaknak van néhány tankja, amit mindenképp ki kell iktatnunk. Mivel eddig védelmi pozícióban tartották a gépeket, nem hiszem, hogy lett volna idejük átvinni őket a bázisok másik oldalára, hogy lőni kezdjék a várost. Idővel persze, ha rákényszerülnek, megteszik, de ezt mindenképp szeretném elkerülni. Te a tábor baloldali kapujához mész, és kihozod onnan a mi kis merénylőinket. És Hoban? Kérdezte Nira. Vele mi lesz? Egyelőre a rád bízott feladatra koncentrálj. És te mit akarsz tenni, Ashla? Kérdezte Miara vékony, bizonytalan hangon. Én előre megyek, mondta a Togru tanány, a harc sűrűjébe. És remélem, fogok tudni segíteni, hogy minél többen el tudjanak menekülni. Honnan keveredtél te ide? Kérdezte Nira olyan hangon, mint aki nem is számít válaszra. Ahsoka azonban úgy volt vele, hogy most már talán megérdemelnek egyet. És amúgy is, előbb-utóbb úgy is rájönnek. A klónháborúból, mondta csöndesen. A klónháborúban harcoltam. Nem bocsátkozott részletekbe, és úgy érezte, egyelőre ennyi is elég lesz. Hadd higgyék csak, hogy valamelyik bolygóvédelmi miliciánál szolgált. Amúgy is nagy volt a valószínűsége, hogy Vartan és Szerda is ezt gondolja róla. És még csak nem is tévedtek olyan nagyot. Valóban szolgált a bolygóvédelmi miliciánál is. Ugyanakkor valami nagyobbnak és ősibbnek is a része volt.
Újabb robbanás hallatszott, nem várhattak tovább. Kész, kérdezte Nírát. A nő kurtán biccentett, majd egyik kezébe a vartantól kapott sugárvetőt fogta, a másikba két robbanó töltetett. A bombák javát azonban Ahsoka hozta, akinek nem volt fegyvere. Bár nagyon remélte, hogy a birodalmiak jóvoltából hamarosan szert tehet egyre. Sok szerencsét, motyogta Mira, és nagyot nyelt. Nira és Ahsoka abban a pillanatban futásnak eredtek. A Togruta lány első benyomásai riasztóak voltak. Most, hogy végre egyben láthatta az egész birodalmi komplexumot, már messze nem volt olyan optimista. Korábban ő maga óva intette a többieket, mert az efféle frontális támadás a lehető legrosszabb ötlet, amivel csak előállhatnak. Mert hiába voltak a gazdák többen, egyelőre még mindig nem tudták pontosan, mivel állnak szemben. Nem figyeltek, elengedték a fülük mellett a tanácsait. És most nincs más választása, mint hogy megmenti, vagy a sorsukra hagyja őket. Remek! Micsoda pompás választási lehetőségek! Az egyetlen igazi előnyük az volt, hogy újonnan toborzott, zöldfülű rohamosztogosok ellen kellett harcolniuk, nem a köztársaság kiválóan képzett klónjai ellen. Az ilyenekkel szemben szerencsére nem volt szükség a különleges képességeire vagy a fénykardjára. A legtöbb barátja már is elkezdett visszavonulni, és őket Nira próbálta egy csoportba terelni. Arra hamar rájöttek, hogy a katonai bázis elleni támadás némileg bonyolultabb, mint hogy ezt a kaland holofilmekben látni, főleg ami a főbejárat elleni rohamot illeti. Az egész szinte már azelőtt véget ért, hogy egyáltalán elkezdődött volna. Ahogy ezt Ahsoka is feltételezte, a képzetlen, gyengén felfegyverzett gazdák abban a pillanatban megfutamodtak, ahogy a birodalmiak bevetették a nehéz tüzérséget. Még úgy is, hogy a megszállókat meglepték Mira bombái. Azok öten, akik még életben voltak, kétségbe esetten próbáltak elszakadni az ellenségtől, miközben a rohamosztagosok lassan harapófogóba zárták őket. Ahsoka a füst ellenére is látta, hogy kigyen és hoban is ott kuporog a túlélők közt. Óvatosan haladt erőre, igyekezett olyan közel maradni a talajhoz, és minimális célpontot nyújtani, amennyire csak a terep engedte. Egyelőre még olyan távol volt a falaktól, hogy a rohamosztagosok nem tudták pontosan célba venni, és Ahsoka próbálta is megtartani ezt a távolságot. Kezdek kijönni a gyakorlatból, dünnyögte elégedetlenül maga elé, amikor konstatálta, hogy a nagy rohanásban némileg megemelkedett a pulzusa. Szokásos harctéri szöveg volt, amit a klónoktól lesett el. És még most is, hogy a régi bajtársai már mind eltűntek vagy elhullottak mellőle, élt benne a megszokás. Szélsebesen szágúdott el a sorban álló, még nem beüzemelt tankok mellett, és mindegyikre, amit csak elért, robbanó töltetet erősített. Úgy festett, a birodalom egy ilyen eldugott világra elegendőnek ítélte a klónháborúból maradt harci gépeket, amiket Ahsoka aztán tényleg úgy ismert, akár a tenyerét. Tisztában volt vele, hogy a bombák nem fogják tudni megsemmisíteni a harckocsit, de egy darabig talán mozgásképtelenné teszik majd őket, és úgy volt vele, hogy egyelőre a legkisebb győzelem is győzelem. Az első pokolgép akkor aktiválódott, amint a legutolsó tankot is maga mögött hagyta, és a detonáció lélegzetvételnyi szünethez juttatta a barátait. Erre! Kiáltotta, és csak remélni tudta, hogy a barlangok legalább időleges védelmet jelentenek majd nekik. És legalább harckocsiban nem fogják tudni őket üldözni. Az öt túlélőből hárman sebesültek voltak, ami jelentősen lelassította őket. Még félúton sem jártak a legszélső ház felé, amikor egy szakasz rohamosztagos beérte őket. Az élen rohanó tisztet Ahsoka egy gyilkos erejű rúgással küldte a földre, és egy nyakra mért kézérütéssel bénította meg. Gideon tátott szájjal bámulta, mit művel a Togruta lány, de Ahsoka nem ért rá vele foglalkozni. Felragadta az elesett rohamosztagos karabélyát, és rövid sorozatokkal fedezte a társai visszavonulását. Azonban, bármit is tett, a birodalmiakat csak visszaszorítani tudta, elijeszteni nem. Menj!
sikoltott föl Keaton, aki a nála majd kétszer nagyobb, sebesült hobon támogatta. Hagyj itt minket! A mi hibánk! Ne te fizess érte! Nem! Kiáltotta Ahsoka, és leadott egy újabb sorozatot. Maradok! Keaton válaszát egy újabb robbanás nyelte el, és alig 10 méterre előttük lángoló kráter nyílt. Nagyon úgy festett, nem mindegyik tankot sikerült kellőképpen megrongálni. Megkerülni túl sok időbe kerülne, viszont ha nem kerülik meg, akkor megint ott vannak, ahol a part szakad. Állj! Recsent rájuk egy rómosztagos. Micsoda mászli, zihált a hoban gúnyos mosolyjal. Csak foglyokat akarnak, nem hullákat. Tucatnyi sugárkarabé szegeződött rájuk, és Ahsoka nem vett volna mérget rá, hogy akkor is megkímélnék az életüket, ha letennék a fegyvert. Kenobi mesternek nyilván most is lenne valami frappás megjegyzése, amivel még a legkritikusabb pillanatban is képes lenne megingatni az ellenfél önmagába vetett hitét. Anakin pedig, nos, ő egy pillanatra sem töprengene el a megoldáson. Ahsoka általában kettejük hozzáállásának keverékét tartotta üdvösnek, de most nem volt lehetősége a megoldások közt válogatni. Hoban kitépte magát Keaton karjai közül, és a rohamosztogosokra vetette magát. Ostoba vakmerőség volt, semmi több, és már Ahsoka sem tudta megállítani. Nira felsikoltott, és a következő pillanatban tucatnyi lézer sugár égette át Hoban testét. Egy pillanatra süket csend telepedett a mezőre, majd valaki befogta Nira száját, és megpróbálta elvonszolni a kétségbe esetten zokogó nőt. Ahsoka abban a pillanatban emelte fel a kezét, ahogy a rohamosztagosok ismét célra tartották a fegyvereiket. Mióta a radára érkezett, csak a legritkább esetben folyamodott az erőhöz, és akkor is csak azért, hogy magát és a barátait védelmezze vele. Nagyon ügyelt rá, hogy kerülje a feltűnést. Eddig. Hosszú, talán túlságosan is hosszú idő óta először érezte, ahogy az erő zabolátlanul áradt szét a tagjaiban. A katonák kezéből láthatatlan hatalom ragadta ki, és tört darabokra a fegyvert, aztán megremegett a föld, ahogy a lökés hullám szabályosan elsodorta a döbbent rohamosztagosokat. Ásla! Sikoltott Keaton, és a lány csak ekkor eszmélt rá, hogy mit művel. Kevés hiány kiszorította az életet a katonákból. Fussatok, kiáltotta, később beszélünk. A kétségbe esetten botladozó gazdák sorait Ahsoka zárta, aki már fikarzni sem törődött az álcájával, és egyik feléjük villanó lézersugarat a másik után térítette el. Egy kicsit berosdásodott az elmúlt év során, és most volt csak igazán hálás a birodalomnak, hogy nem veteránokat küldött a radára. Egy klón szakasz mostanra már végzett volna vele. Ahogy fáradtan bebotorkált a központi barlangba, minden szem rászegeződött. Keaton, aki eddig a húgával együtt a sebesültekkel foglalkozott, most felpattant, és villámló tekintettel állt a szók elé. Szóval, mi az, amit el akartál mondani nekünk?